kis zöldeket kérem nem szépen, hogy fáradjunk vissza, mert itt van velünk Sipos Tünde, művészettörténész. És hát ugye van egy gyönyörű szép kép, ami az idővel kapcsolódik, vagy időhöz kapcsolódik. Ez Salvador Dali, az Emlékezet állandósága című festmény. Én ezt mindenféle címen hallottam már, elfolyó időként is szokták említeni. De mit kell tudni erről a festményről? Igen, valóban több címe van. Ugye Salvador Dali festette, aki egy spanyol, pontosabban katalán festő, és ezt a képét 1931-ben festette. Ő egy nagyon extravagáns figura volt, lehet, hogy láttatok is már róla olyan képet, hogy ilyen felfelé pöndörödő bajusszal, ilyen nagy árgus szemekkel néz. Igen, és sokszor merítő az álmaiból, a képzeletéből motívumokat. És ugye, ha megnéztétek a festményt, mert ott is láthatjuk, de itt is. Ugye, vagy itt is a monitoron, ezek elrugaszkodnak a valóságtól. Választ egy-két tárgyat, mint például az órát, amit középpontba helyez, de nem úgy festi meg, ahogy láthatjuk a valóságban, hanem így teljesen másféle anyagi állapotba jeleníti meg. Na de hogy ez hogy juthatott az eszébe? Ugye mondtad azt, hogy álmokról mintázta. Én hallottam egy olyan történetet is, hogy elvileg ő mindig, amikor elaludt, így délutáni pihenésként, akkor egy követ tartott a kezében. És amikor elaludt, akkor ez ugye kiesett a markából, még nem volt olyan mély álomban, hogy ne emlékezett volna arra, ami egy pár másodperccel ezelőtt az álmában történt. Ebben ennek van valóság alapja. Egyáltalán milyen stílus az, amiben ő festett? Mert annak is ugye köze van ehhez a világhoz. Lehet amúgy valóság alapja, bár ő tényleg egy olyan figura, akiről mindenféle mendemonda is terjeng, mert erre alapot adott az életével, hogy nagyon sok furcsaságot csinált. Az, hogy milyen stílusban alkotott ő, ez a szürrealizmus, ami azt jelenti, mert az előbb is beszéltünk, hogy a valóságtól való elrugaszkodás, tehát hogy olyan dolgokat fest, ami az életben nem ugyanúgy jelenik meg. És szerintetek ezek az órák hasonlítanak valamilyen ételre? Igen. És mi jut róla eszedbe? Nekem valamilyen leves. Leves? Ugye, mert így folyik, ilyen cseppfolyós. Meg akár a lágytojás is eszünkbe juthat, de én kifejezetten erről a képről egy olyan sztorit hallottam, hogy nyáron a hőségben kim volt egy sajttál az asztalán, és hogy a megolvadt kamember sajt juttatta eszébe. Igen, ez, hogy így elfolyik az idő. Nekem ott lóg annak a fának az ágán. Az nekem igen. Egy szőnyegre emlékeztet, engem egy szalonna. Igen. Kiporolna. Engem egy nyelvre. Egy nyelvre. Egyébként, ha belelapoztok majd a könyvbe, vagy ha esetleg néztek tőle más műveket is, észre lehet venni, hogy sok képén visszatérnek ugyanazok a motívumok, tehát ezek az órák más festményein is megjelennek, nem csak ezen az egyen. Szóval és ezek ilyen örök órák. Akár, igen. És mit akart az jelképezni? Ugye köze van ahhoz, hogy az idő múlandó? Vagy mi akart ennek úgymond a szimbolikája lenni? Igen, pontosan az, hogy az idő mennyire relatív. Gondolom most, így a nyári szünet vége felé, azért éreztétek, hogy a nyári szünet így elmegy. Hát igen, hogy, nagyon kevés idő. Hogy ezt mindenki másképp érzékeli. Bezzeg, amikor suliba kerülni, hiába ugyanúgy két hét telik el, mint a nyári szünet alkalmán, az lehet, hogy hosszabbnak tűnik. Sokkal nagyon lehet. Mert ez igazából, ha jól érzed magad, akkor múlik, teljesen múlik az idő, mert nagyon jól érzed magad. Gyorsan. Ha igen. Ha viszont nagyon rossz, és úgy már unalmas, akkor meg nagyon lassan, és mindig felnézed az óráról, hogy már eltelt egy perc. Igen. Újra. És szerintem ezt akartam megmutatni a képen, hogy amennyire pontosak az órák, és amilyen precízen lehet velük mértékegység szerint mérni az időt, hogy az ember érzésében teljesen másképpen lehet ez. Egyébként, hogyha a homokórára gondoltok, ugye a homokórát, ha felfordítjátok, akkor abba átfolyik a homok. Ugye ugyanilyen folyós állagú lesz, mint ahogy ezek az órák váltak azzal. Úgyhogy szerintem itt is van egy ilyen kapcsolat a megjelenítésben. De mit kell tudnunk még amúgy Daliról? Tehát azon kívül, hogy ugye mondtad, hogy 1931-ben festette ezt a festményt, ő mikor élt? Egyáltalán mi volt jellemző arra az időszakra? Van, amiért úgymond ez egy ilyen, itt van oka annak, hogy ő így festett, vagy ez egy abszolút sajátos dolog volt, mert mindenféle
festmény volt, akkoriban is mindenféle stílusú festmény. Nagyon sok oldalú művészről van szó, és igazából az élete is szinte egy műalkotás. Hogy és ilyen... jobban mondom, mindenre nyitott volt. Mindenre nyitott. Igen, ezt mondhatjuk így. Nem. És akkor, amikor ő élt, akkor is ugyanúgy megbecsülték, mint most a művészetét, vagy csak kis idő elteltével érezzük? Neki már voltak életében is nagyon sikeres kiállításai is, és azzal, hogy ő ilyen sztárként él tulajdonképpen, nagyon sok művésszel volt barátságban, ezért kíváncsiak is voltak mindig a műveire, hogy nagyfokú érdeklődéssel fordultak iránt. Egyébként Picasso-val kortársak voltak, és ez, amit már említettem, a szürrealizmusnak ez a korszaka volt. Persze más műfajok is éltek egymás mellett, de ő azt mondta, hogy igazából a szürrealizmus az ő maga. Lehet, hogy talán ő maga találta ezt ki, de hát ő tényleg egy nagyon kivételes alkotó, de nagyon szépen köszönjük.